Erős és igaz Istenünk, de Zénó szolgád és társai életében. Csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrák sötétségében is felragyogtattad a hitvilágosságát. Kérünk, dicső meg szolgáidat Szent Egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen, a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen. Szeretettel köszöntöm a televízió nézőit ezzel az imádsággal, melyet a hét Ferences vértanú boldoggávotásáért szoktunk imádkozni egyénileg vagy közösségben. Az imádság elején fölcserélhető az énónak a neve, akár a korábban említett Kristófra, Pelbártra, vagy majd a későbbiekben emlegetni szándékozott Szaléznak a nevével. Ezzel az imádsággal kérjük, hogy Isten mutasson nekünk jelet arra, hogy ezek a Ferences testvérek valóban hősies fokon gyakorolták az erényeket, életüket, hitükért, Krisztusért áldozták. Mai napon hajnal Zénó van tehát soron. Ő Pulfelman József néven született Vaskó nevezetű településen, mely a mai Bihar Vármegyében, vagy hát az akkori Bihar Vármegyében volt található, 1900. október 25-én. Édesapja Pulfelman Imre, édesanyja pedig Fekete Mária voltak. 1917-ben lépett be a Ferences rendbe, méghozzá a Mariánus rendtartományban, vagyis a Szűz Máriáról elnevezett rendtartományban. Bihar Vármegyétől eléggé elkavarodott, hiszen a Mariána rendtartomány központja Pesten van. Valamikor Magyarországon a történelem folyamán öt rendtartomány volt. Még Szent Ferenc korában megérkeztek az első Ferencesek Magyarországra, végigvonultak Győr, Esztergom, Buda vonalán, itt alapították az első korostolokat, Magyarországi Rendtartomány néven, Kusztódia néven nevezték őket, és innen terjedt el a többi rendtartomány is a felvidék területén a Szalvatér János, a Szent Üdvözítőről nevezett provincia volt, melynek házai voltak, Gyöngyös és Jászberény is idáig lenyúlt. Most azt hiszem Szent Kereszt provincia néven működnek. A kapisztrános rendtartomány, vagyis kapisztrán Szent Jánosra elnevezett rendtartomány, csak egy száz éves múltra tekinthet vissza, illetve pontosabban 200 éves múltra, és nagyjából a Dunatisza közén, tisztántúlon a mai nagyszőlőség terjedt el. Szent István király provincia, az erdélyi, a stefaniták, ők a mai erdélyi és parcium területén működnek, és volt egy rendtartomány a Horvátország területén, Szent László királyról elnevezett rendtartomány, mely az utóbbi száz évben Szent és Metódról lett elnevezve. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Magyarország területén működött az elmúlt évtizedekben a Mariana rendtartomány és a Kapisztrános, körülbelül Dunántúl és Dunának a másik oldalán voltak a Kapisztránosok, vagyis mi, és ezt a két rendtartományt egyesítette a Ferences rend központja, és most jelenleg Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány néven működünk 2000. június 24-e óta. Na mindezt csak azért mondtam el, hogy Pulfelman József beléphetett volna az erdélyi rendtartományba, a Kapisztrános provinciába, de ő mégis a Nurántúliba lépett be. Én azt feltételezem, hogy a háború viharai sodorták 1900 ig illetve Vaskótól egészen Pestig. Belépett a rendtartományba, ahol a Zénó nevet kaptam. 1917-18-ban volt novícius. A Ferences rendnek valamikor az első esztendeje a novíciátus éve volt, amikor a jelölt megkapja a habitust, egy úgynevezett kaparóval, egy kis darab csíkkal, és bevezetés nyer a rend történetébe, a szerzetesség lelkiségébe, Szent Ferenc életrajzába. Közösen részt vesznek az ott lakó testvérekkel a Zsolozsmákon, a Zsoltárok imádkozásán, és hát megvizsgálják a jelöltet, hogy vajon alkalmas-e a rendi közösség életre, és a jelölt pedig eldönti, hogy a benne levő hivatáskép az valóban az Istentől való-e, valóban az Isten hívta-e mögött erre a szolgálatra, ezre az élethivatásra. És ha úgy látják, hogy alkalmas itt a helye, meg ő is úgy látja, hogy valóban itt a helye, akkor tehet egyszerű fogadalmat. Zénó 1918-ban tett egyszerű fogadalmat. Az egyszerű fogadalom azt jelenti, hogy ideiglenesen tesz fogadalmat egy évre, melyet többször meg kell újítani, minimum háromszor, a rend jelenlegi hagyománya szerint maximum kilencszer újíthatja meg, addig mindenkinek el kell döntenie, hogy itt marad-e. És amikor ez már kiderült, akkor 1924-ben tett örök vagy ünnepélyes fogadalmat, azt már nem kell többet megújítani, már hogy jogi szempontból, nyilván emlékezésképpen, hogy magunkat is figyelmeztessük el, ne lanyhújunk, megújítható szerzeteseknek a napján, például február másodikán, vagy Krisztus királykor, de az már örök időre szól. Tehát őt 1918-ban és 24-ben az egyszerű fogadalmak után örök fogadalomra bocsátották. 1925-ben pedig pappá szenteli nagykanizsán, Zadravec István Ferencesből lett tábori püspök. Innen kezdve különböző szolgálati helyekre kerül Zénó mint pap, például a Nagykanizsai rendházban is lakott, aztán Veszprémbe is költözött, ott volt egy kollégium, a kollégistáknak volt ilyen lelki nevetülője, magisztere, aztán volt a harmadik rendnek az igazgatója, Került a szombathelyi rendházba, ahol például népmissziósi beosztás kapott. Tehát, ha a rendtartomány kértek egy Ferencest nyolc napos plébániai lelki gyakorlat megtartására, templombúcsú megtartására, gyóntatások elvégzésére, akkor a népmissziósnak kinevezett rendtársak közül küldött a tartomány főnök valakit arra a plébániára, arra az iskolába vagy valamilyen szolgálati helyre, ahova kértek egy ferences misszióst. A pesti ferences rendházban is lakott, mely minden mai napig egy gyóntatási, lelkivezetési beszélgetés Központ, ahova napközben is el lehet menni, hétközben is több szentmisére, és bármikor lehet találni egy Ferences testvért, aki meghallgatja az illetőt. Ezután került ő Amerikába, Röblingbe, Bordentownba és más rendházakban is szolgált. A Kapisztránus és Mariánus provinciának a tagjai, Amerikának a keleti részén vállaltak a magyar közösségekben missziókat. Voltak, akik plébánosok voltak, nekik le kellett telepedni egy helyen. Például majd fogom említeni, hogy Chris Szaléz Ferences Vértanú New Brunswickon volt plébános. És voltak olyan Ferencesek, akik missziósok voltak, és ha meghívták őket, nem tudom én a. New Yorki Szent István plébánia szolgálatára, egy lelki egy trídomra, egy sajtónapra, akkor oda mentek, vagy valamelyik, mondjuk a Szent László Magyar Iskolába hívták őket, akkor oda küldték őket. Hazatérve 1937-ben az Esztergomi rendházba került, ahol az nem régen alapított, már hogy ahhoz képes nem régen alapított, Ferences gimnáziumnak, Temesvári Felbár Ferences gimnáziumnak lett a tanára, angol tanított és korepetítor volt. A háború idején Nagyatád városában szolgált, ahol 1944 karácsonyán az óvóhelyen vészelték át a város bombázását, megszállását. Itt vezette a krédót, oltári Egyletet mindenkinek szolgálatára volt. Egy lacika nevű fiatal ember, szándékosan még nem mondom a nevét, megemlékezett arról, hogy őt is befogadták a rendházba. 1944-ben, amikor már a szovjet seregek Magyarországra beléptek, engem is Szegedről elvittek. Gyalogosan három nap alatt értünk Dunaföldvárra. Ott testvéremmel együtt megszöktünk, és néhány nap után azt a tanácsot kaptuk, hogy próbálkozzunk valami munkát és szállást kapni Nagyatádon a Ferencesek négy. Így kerültem 44-ben Nagyatádra, ahol bekapcsolódtunk a háznak az életébe. Zénó atya kedvesen fogadott bennünket, ott maradtunk a Kolostorban, ahol más menekültek is voltak. Az atya nagyon tiszteletre méltó és közvetlen volt. Ott voltunk mindaddig, amíg kiürítették nagyatádot. A harcok alatt a kriptában húztuk meg magunkat. Így ismertem meg hajnal zénót, aki nagyon tiszteletre méltó szerzetesként él az emlékezetemben. Hallottam, hogy később gyékényesen két papot köztük zénó atyát is kivégezték, nyugodjék békében. Lehet, hogy az ő személye is hatással volt döntésemben, hogy én is Ferences szerzetes lettem. És valóban ez a László nevű fiatal később belépett a Ferences rendbe, itt a Gyöngyösi Rendházban tanult teológiát egészen 50-ig, amikor megvonták a szerzetesek működési engedélyét, akkor egyházmegyés pap lett. Később, amikor öm, már nem rendi nevén pacifiknek hívták, hanem Paskai Lászlónak, akkor püspökké is szentelték az Esztergomi Budapesti Főegyházmegye területére, szándékára, intenciójára, és bíboros prímás is lett belőle. Tehát az ő hivatásában is közreműködött hajnal Zénó atya. Volt módonban három napos lelki gyakorlatot tartani a nagyatárgy rendházban, és ott láthattam is a pincében kialakított emlékhelyet, ahol még Zénó atya viasz figuráját is elhelyezték. Említés történt róla, hogy 45 tavaszán kivégezték őt, a város megszállása idején az ottani lakosságot gyékényes nevű településre hajtották és terelték húsvét vasárnapa katonák. Martin is Pál plébánossal együtt, aki egy pap volt ő reverendában, a Zénó atya pedig habitusban vett részt ezen a terelt, hajtott tömegben, és szándékosan magukon hagyták a reverendát, illetve habitust, hogy a nép tagjai, hogyha végasztalásra, beszélgetésre, gyónásra, szentségekre van szükség, akkor őket fölkereshessék. Öt végezték tehát ki egy bolgár származású katona, a Szovjet Szövetségi Köztársaságnak a katonája kiszólította őket a sorból, látta, hogy ők papok, és lelőtte, hogy ezzel is javítson a statisztikán. Amikor Mincenti József Veszprémi püspök volt, és bekérte a vértanú papoknak a listáját, saját kezével írta rá a listára Hajnal Zénónak a nevét. A fennmaradt visszaemlékezések szerint Isten szolgája tudatosan felszólította papsását, viseljék az egyházi öltözetet, mert ennek levetése Krisztus megtagadása lenne, illetve a híveknek tud, látniuk kell, hogy kitől kérthetik a szentségek kiszolgáltatását. Menetelés közben a falu határánál egy bolgár lovas katona haladt el mellettük, egyházi viseletüket látva visszafordult, kiszólította a két papot a sorból és lelőtte őket. Hívei örökké siratják a jó, a kiváló lelkipásztort, a életét föláldozta, mint Krisztus. Milyen ragyogó példája ez minden plébános számára, milyen fénylő csillag a sötét éjszakában, milyen üstökös a várandós időben, írjak róla egyik rendtársa 1950-ben. Ezekkel a gondolatokkal ajánlom mindenkinek a figyelmébe hajna a Zénó atyának a példáját, illetve megemlítem, hogy a Ferences Kolostornak a folyosóján, templomnak a folyosóján még megtekinthető a hét Ferences szóló, Ferencesről szóló kiállítás, melyről egy kép a én atyát ábrázolta a mostani műsor alatt bemutatott képek közül. További szép napot, szép heteket kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!